Üdvözlöm a nézőket egy nagyon fontos témát! Próbálunk utána járni, ez nem más, mint a közjegyzőknek a tevékenysége, és ugye bár ők nagyon súlyosan és mélyen benne voltak a devizahitelezésben, a devizahitel kibocsátásokban, de ugye az utóbbi években, 2010-től teljes egészében megfordult, és más irányt vett ez a de közjegyzői munka is, mivel az ő hatáskörükbe került a fizetési meghagyások kibocsátása, ami fenekestől felforgatta a végrehajtási eljárásokat, és nagyon sok visszajelzést kapunk ezzel kapcsolatban, és nem véletlenül nyújtotta be a Mi Hazánk Mozgalom a két törvénymódosító javaslatát, határozati javaslatot a témával kapcsolatban sem. Egyrészt, hogy a közédzőktől a fizetési meghagyást helyezzék akár bírósági hatás körbe vissza, vagy ami eset még talán még fontosabb lenne, hogy igenis a tartozásoknak a jogalapját kötelesek legyenek ellenőrizni és vizsgálni, és csak ezt követően bocsáthassák ki ezeket a fizetési meghagyásokat, vagy akár végrehajtási záradékokat. Igenis dolgozzanak meg a pénzükért a közjegyzők, és igenis felelősségre kell őket vonni az ilyen kibocsátott záradékért vagy fizetési meghagyásért, legyen szó akár devizahitelezésben, de hogy ugye mi benyújtottuk ezeket a módosító javaslatainkat, és a kormány az igazságügyi bizottságban ezeket lesöpörte, arra hivatkozva, hogy itt minden tökéletesen működik, és semmi probléma nincsen a fizetési meghagyási rendszerrel. Mi már akkor is mondtuk, hogy igenis nagyon nagy problémákat rejthet ez, hogy futószalagon bocsátják ki ezeket a fizetési meghagyásokat, de nem olyan rég megkerestek minket egy olyan ügyel kapcsolatban, ami teljes egészében bemutatja azt, hogy igenis a mi hazánk mozgalom javaslata javaslat szerint kellene eljárni a fizetési meghagyások kibocsátásánál, és igenis visszaélésekre adhat okot és ad lehetőséget a jelenlegi rendszer. És Andrást kérdezném, ugye te mint újságíró és filmrendezőként is tevékenykedsz, és nem is az, hogy felderítettél egy bűncselekmény gyanús ügyet, vagy azt hiszem már ugye vádat is emeltek, hogy itt már nem csak a gyanú van. Bizony meg sajnos, vagyis hát nekünk ez lényegében pozitívum, hogy ez ugye alátámasztaná az egész rendszernek a hibáját, hanem saját érintettséged is van ebben az ügyben egy bizonyos illetővel kapcsolatban. Szerintem először beszéljünk arról, hogy milyen személyes problémád és visszaélést tapasztaltál az elmúlt időszakban. Ez mikor kezdődött és mi ez pontosan? Tulajdonképpen az történt a mi családunkban, én sokáig nem is gondoltam volna, hogy tényleg vannak ilyen visszaérések, mióta ezzel sajnos én is szembesültem, azóta én is beleástam magam a témába, és személyes érintettségem okán is szembesülni vagyok kénytelen azzal, hogy igenis, ahogy az imént elmondtad, sajnos úgy néz ki, hogy óriási visszaérésekre ad módot a jelenlegi törvényi szabályozási fizetési meghagyások kibocsátási módjával kapcsolatban, eljárásrendjével kapcsolatban. Hát nálunk az történt, hogy sajnos nekem az egyik testvéremnek a nevén lévő ilyen olyan tartozások miatt a családi ingatlanunkban, ahol jelen pillanatban édesapám az ingatlan, ez egy 74 négyzetméteres lakótelepi lakásról beszélünk, ahol az édesapám jelen pillanatban fele részben tulajdonos, és tulajdonos vagyok be a lakásban, ebben az ingatlanban még én egy hatoddal, illetve egy másik testvérem, mert hárman vagyunk testvérek, tulajdonos benne még egy hatoddal, és a harmadik testvérem tulajdon része, a, a, ugye ez az, a, ez az, egy hatod, amiről most szó lesz, ott elment egy tartozás miatt, árverésre került, és ö, az árverésem megszerezte egy számunkra ismeretlen ember. Ö, ez, egyébként ez a szerzés, egy, magán az ugye, vásár, egy, egy magánszemély, egy megvásárolta gyakorlatilag az árverésen ezt az egy hatodat. A szerzéshez teljesen jogszerű, oké. Okay. Hát aztán beindul a kávária, és ami utána történik, azt szerintem már nagyon nem oké. Okay. Ez az ember utána elkezdte bombázni a családot ilyen fizetési meghagyásokkal, az arra hivatkozva, ugye, hogy mivel ő is tulajdonos, kisebbségi tulajdonos egyhatoddal, mi vagyunk a többségi tulajdonosok, hát mi többlet használati díjjal tartozunk akkor neki. Ő megállapított önkényesen, egy havi 300 ezer forintos összeget, amit elkezdett követelni. Mennyiért lehetne kiadni az egész ingatlant egyébként piaci áron? Hát ez egy jó kérdés, hát szerintem ugye ez egy, ahogy mondtam, egy 70x négyzetméteres ingatlanról beszélünk. Most annak a mennyi lehet az albérleti díja most körülbelül a piacon. Hát nem vagyok annyira képbe, de mondjuk legyen olyan 200 ezer forint körül, mondjuk. Ő meg az egy hatodra kér, ha az egy 300 ezer forintot, de tulajdonosonként. Tehát ez azt jelenti, hogy igazából ő havi szinten a, a családunk minden tagját belevéve, az ő egy rendelkezvén havi 1 millió 200 ezer forintos többlethasználati díjat követel. Ez a fizetési meghagyásokból tudtok, vagyis arról szereztetek tudomást? A ugye? fizetési meghagyásból szerz, szerez, arról mi is így szereztünk róla tudomást, és mindenki, akivel szemben ezt a módszert csinálja, ez az úriember. Országszerte egyébként majd mindjárt rá fogok térni, hogy aztán ugye elkezdtem egy kicsit oknyomozni, és hogy mikre jöttem rá. Uh, hogy ez mennyire üzletszerűen, és mennyire vé vélelmezem, hogy üzletszerűen, mert nem mondhatom ki, de és előre megfontolt szándékkal, vélelmezem, hogy előre megfontolt szándékkal, uh, haszonszerzés szándékával történhet. Ugyanis uh, igen, ahogy az imént kérdezted. Tehát... Hány fizetési meghagyást kaptatok? Vagy kaptál te? Az hát az jó valami, én kaptam négyet, de úgy négyet, hogy uh, az úriember összevon négy havi többlethasználati díj követelést egy fizetési meghagyásba. Tehát amit velem szemben támasztott, kapok egy ilyen fizetési meghagyást 1 millió 200 forintról négy hónapi többlethasználati díj követeléssel. Ezt megkapja a édesapám is és a másik testvérem is. Hát ilyen, mondjuk alkalmanként akkor kapunk, azt mennyi az 3 millió 600 forintról ö, követelést, és ezeknek gondolom ellent mondtatok a meghatározott időkben. Ö, ö, igen, ö, a, az a baj, hogy nem mindegyiknek sikerült időben ellent mondani. Ugye a magyar törvény szabályozási jelen a 15 napos határidőt szab erre. Jogvesztő ö, határidőt, igen. Igen, jó határidőt. Volt, ahol 15 napon belül ellent tudtunk mondani, és volt, ahol egyébként nem, de ott is rendkívüli ellentmondással éltünk ahol kicsúsztunk a 15 napos határidőből. Na Jogerőre a... emelkedett egyébként ilyen fizetési meghagyás nálatok? Úgy tudom, hogy igen. Hogy van olyan összegrész. Úgy tudom, hogy igen. Na most az az érdekes még, és aztán majd mondom, rá fogok térni arra, hogy mikre jöttem meg rá, hogy ennek az úriembernek a nevén hány ingatlan rész van országszerte, és hogy hány emberrel szemben műveli ezt a módszert. Hát az van, hogy amikor ellent mond valaki ezekre a fizetési meghagyásokra, jogi, jogilag ugye ez egy polgári perri alakulna, ahol a bíróságnak meg kéne állapítania valamit, hogy akkor ennek ez most jogos -e vagy nem, van-e jogalapja vagy nem. És ez esetben a követelő fél a felperes. Én vagyok az alperes, akivel szemben követel. A felperesnek be kellene fizetnie egy bírósági illetéket, hogy ez a pér létrejöjjön. Sosem fizeti be. Tehát ilyen perek, még polgári perek szintjén sem tudnak létrejönni, mert az úr nem fizet perilletéket. Ott ő kiszáll, azon a ponton, ahol valaki ellent mond neki, ott ő egyszerűen kiszáll. Ez hát mit jelent? Ez plusz költség lenne a valótlan tartozásra. És ez, ez mit jelent, jelent? Hogy nincs jogalap. Mert nem tudja bizonyítani. Tehát minden esetben kiszáll. Csak próbálkozik folyamatosan. Ez gyakorlatilag egy lottó tud lenni ma Magyarországon, ha így nézzük. Igen, ahol neki ez beakad, és nem mondanak ellent, ott az jogerőre emelkedik, és egy jogalap nélkül kibocsátott nagyértékű fizetési meghagyással megterhelhetnek ma Magyarországon embereket. Ha valaki ellent mond, mert foglalkozik a saját dolgával, ott az úriember kiszáll, arról semmit nem tud kimondani a polgári bíróság, arról a tartozásról. Azt se tudja mondani, hogy jogos. Azt se tudja mondani, hogy nem jogos. Azt tudja mondani, hogy akkor ez az egy fizetési meghagyás ugyan nem behajtható, mert nem jött létre a per, de joghátrány nem éri azt, aki ezzel lotózik. Igen, a És másnap újra leülhet a számítógép elé, és elektronikusan beadhatja akár ugyanazt az összegrészt, ugyanarra az időszakra, hát ha majd most új, újra kimegy a postán, hát ha majd most beakad. Igen. Tehát Kicsit ez... a határidőből, és akkor mehet a Igen, tehát el. ez egy lottó. Sajnos erre ad lehetőséget az, ahogy én ezt látom, a jogszabályi környezet, hogy a közjegyzőnek nem jogos, nem kötelessége jogalapot vizsgálnia egy fizetésmeghagyás meghagyás benyújtáskor bármilyen nagy összegű az. Ö, érdekes módon, és akkor egy kicsit rátérek, jó arra, hogy, az országos. Hogy, 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 nyilván személyes érintettség miatt elkezdett érdekelni ez a dolog nagyon is. Hány ilyen sértetről lehet tudomásod? Ezzel az illetővel kapcsolatban, mert vélelmezhető egyébként, hogy több ilyen személy is van, csak mondjuk még nem akadtunk így rá. De te hány ilyen emberről tudsz? hány sértetről? Amikor elkezdtem kicsit utána menni a dolgoknak, találtam az interneten egy ezzel foglalkozó régebbi újságcikket. Egy Zoltán nevű úriember, aki majd szintén nyilatkozni fog nektek, ott volt benne a cikkben, és akkor én őt megkerestem. Ö, ugyanez az úriember, ugyanezt a módszert üszte vele szemben is, az ő családjával szemben is, ott sajnos el tudta vinni a nagyértékű ingatlant. Tudom, szereztem egy hölgyről csepelem, a, aki egyébként akivel kapcsolatban botrány benne is volt az országos sajtóban is, ö, kilakoltatásra került a mozgássérül gyermekével, ugyanezzel a módszerrel vették el tőle a teljes ingatlant. Mert ugye az úriember gyakorlatilag vélelmezem, de hát mit vélelmezzek mást, arra megy ezzel a lottóval, hogy gyakorlatilag őnek nem nagyon kell már további összegeket lerakni, de a teljes ingatlant akár egy per egyig megy, megszerzi, és utána végrehajtat és kilakoltatja az embereket a saját ingatlanaikból. úgyhogy ezekkel a nagy összegű fizetés meghagyásokkal szétbombázta őket. De ugye van egy olyan ügy, azt hiszem, hogy a pont Miskolcon zajlik ez a tárgyalás, ugye büntető eljárás, ami, ahol a helyi hatóságok észrevették ezt a visszaélésszerű tevékenységet, és vádat is emeltek, és pont ebben az ügyben tevékenykedsz, azt hiszem, riporterként. Pontosan mi, mi itt az alap, vagy mit lehet tudni erről az ügyről? Vagy ott miért emeltek vádat egyébként máshol, meg miért nem? Szerinted? Hogy mennyire nem a levegőbe beszélünk, azt pontosan az az ügy igazolja, hogy Miskolcon vádat emeltek ezzel az úriember ember ellen, egy teljesen hasonló módszerrel végrehajtott ingatlan elszerzés kapcsán. Ö, ott azért lehetett vádat emelni. Ugye tudósítok, a, ez egy büntető ügy, ahol a, a vádlott, az óri ember H. Attila Endre, egyébként az ő, ő neve, így szabad mondani, a családnevét nem mondva. Ö, hát ott az derült ki, hogy több helyen is hibázott amikor űzte ezt a lottószerűen űzött hülyzet és az ennél az ügynél? Ennél a Miskolci ügynél. Itt egy sértet van? Ö, konkrétan egy sértet van, de érdekes, mert az ügyében meghallgattak tanúként olyan sértetteket, akik viszont egy másik büntetőügyben, nem, meghallgattak, ta, igen, meghallgattak tanúkat ebben a büntetőügyben, akik más... Büntetőügyben sértettek szintén ezzel az úriemberrel kapcsolatosan, ugyanezzel a módszerrel kapcsolatosan. Tehát ez azt jelenti, hogy Miskolcon már több büntetőügy is van, nem csak egy. Majd igyekszem tudósítani a többi büntetőügyről is, ami ehhez az úriemberhez kötődik, mert nagyon érdekel most már ez, a, ez az életmű, amit ő képvisel. És, és, ö és akkor itt mi a bűncselekmény alapja a csalás vagy? 37 rendbeli elkövetett, folytatólagosan elkövetett közokirat hamisítás és nagy értékre elkövetett csalás a vád. Ugye érdekes, mert a vád iratban, bár én nem ismerem a vádiratot, csak abból tudok következtetni, ami elhangzik a büntető tárgyalásom, amit az ügyész kérdésként föltesz a vádlottnak. Abból ismerhetem meg az ügy részleteit, mert hát nyilván beszéltem a újságíróként a sértettel is, és ő azért elmondta nekem a részleteket. Tehát tulajdonképpen ott, 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 ott olyan dolgok voltak, hogy ő lakáshasználati díjat kért olyan tulajdonossal szemben, akik közben jogerős börtönbüntetését töltötte. Tehát tulajdonosa egy ingatlannak, amit nem tud lakni, vagy nem tud nem használni. Nem tudja átvenni a borít, semmi. Átvenni is tudja, mert éppen jogerős börtönbüntetését tölti, BV Intézetben, és így mégis jogelőre emelkedtek ellene ezek a fizetési meghagyások, és gyakorlatilag el is szerezte az ingatlan részét. Aztán. Az ügyben a tanúk meghallgatása során kiderült olyan részlet például, hogy van két bácsi, akik 1956-ban emigráltak Magyarországról és ez az úriember ember velük szemben is magyar lakcímre küldetett ki fizetési meghagyásokat azért, mert abban a kérdéses ingatlanban ennek a két idős bácsinak ugyan tulajdon része van, de hát külföldön él. És lakáshasználati díjra, szintén ezekkel a hajoltam, ezekkel a 300 ezer forintos összegekkel operálva, őtőlük is behajtási eljárást kért lakáshasználati díj, címszóval a közjegyző kiáltotta jogerőre tudott emelkedni. Olyan lakcímekre is küldött ki, tudomásom szerint, ilyen fizetési meghagyásokat, ahol annak az úriembernek nincs bejelentett lakcíme. Tehát olyan címekre. És az, meg ö, kézbesítési, kézbesítési vélelem. Ö, c, joger, tehát, úgy, 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 úgy tudták megtámadni. Úgy tudták, hát arra tudja alapozni a vádat, ugye az ügyészség, hogy ott, ott kézbesítési vélelemmel emelkedett jogerőre valami. Na most, ahogy az előbb te elmondtad meg, ahogy ti küzdötök e -e -e -e, ezen ügy mentén, ugye gyakorlatilag az történik, hogy ez egy lottó ma Magyarországon a jogszabályi környezet miatt. Az ember szépen leül a számítógép elé, ahol ő tulajdonrészt szerzett, ott ránéz a tulajdoni lapra, ő annyit lát, hogy kik a tulajdonos társai, fogalma nincs, hogy ki használja életvitelszerűen azt az ingatlant, fogalma nincs, hogy amúgy kinek hol van bejelentett lakcíme. Csak kibocsátja. Ő csak kibocsátatja a fizetési meghagyásokat elektronikusan, azt egy ködzedző megkapja, aláírja, szignozza, kiküldi a, arra megadott címre, amit az úri ember megad. megad. És akkor azok, ha nincs reakció 15 napon belül, jogerőre emelkedtek, behajthatóak. Függetlenül attól, hogy van-e jogalap, függetlenül attól, hogy esetleg sértette a posta törvényt a dolog most visszautalva a mi esetünkre, édesapámnak például a mi ingatlanunknál egy per egy, tehát teljes ingatlanra vonatkozóan haszonélvezeti joga van. Ha jól tudom, akkor a magyar jogszabályok úgy rendelkeznek, hogy haszonélvezeti joggal bíró embernek rel szemben több lát használati díj nem érvényesíthető. Ha mégse reagál ö, 15 napon belül valaki, az is jogerőre emelkedik. Az az abszurd helyzet állhat elő, hogy a magyar állam egyik joghatósága jogerőre emel egy jogalap nélküli fiktív tartozást egy olyan emberrel szemben, akit közben meg ennek a magyar államnak a jogszabályi környezete véd, hogy ő ellene ilyen jogszimált tartozást nem emelkedhet jogerőre. Tehát, akkor itt valamelyik hatóság szembe ment a, a, a saját államának a törvényeivel is. Tehát annyira abszurd ez a dolog is már önmagában. Meg hát a többi is azt hiszem elég abszurd, amit elmondtam, hogy, hogy hogy olyanokkal szemben, akiknek mondjuk van egy kanadai lakcíme Magyarországon. Nem hát direkt ezeket találja meg. Persze, azért mondtam, hogy lottó. Igen. Hogy rutinszerűen vagy folyamatosan ki tudja bocsátani ezeket a fizetési igen. meghagyásokat, és ezzel a helyzettel, meg jogszabályi környezettel teljes egészében visszaél. Egyébként is tudja azt, hogy ezzel nem, nem valós képet mutat, hanem a hamis látszatot erősíti a fizetési meghagyások kérésénél. És ugye így utána végrehajtási elrásban is. És ugye pont ezt a rossz helyzetet kellene felszámolni, hogy ilyenekre ne lehessen a közeljövőben alapozni az ilyen bűnel bűn követőknek. Ugye nem tudtuk a nevén szólítani. Sajnos, de ő nem más, mint egy bűncselekményelkövetője, követője sajnos. Hát vélelmezhetően. Most ö, meglátjuk, mi lesz a miskolci perben a, az ítélet. Most én, én még nem mondom, hogy bűncselekmény, mert nem mondta ki a bíróság. Ez zöld. dolga. Hát remélem, hogy majd kimondja, és akkor már én is majd mondhatom ezt, meg fogalmazhatok, hogy így most vélelmezek, de például ott Miskolcon a büntető per ö, vádlottjával kapcsolatban, há Attila Endrével kapcsolatban, én megtudtam azt is, mert ö, lekérték ott az adatokat, és ez így elhangzott a bírósági tárgyaláson, megkérdezték, hogy mennyi ingatlan rész van az ő nevén ebben a pillanatban. És ö, most nem akarok Se tudozni, se kevesetben. Nem, nem emlékszem, egy olyan 85 körüli ingatlan rész van országszerte a birtokában ennek az embernek. És egyébként tudomásom szerint a felesége nevén is van, hasonló számosságú, és egyéb rokonai nevén is van. Ö, elég sok ingatlan rész, mert ö, ez egy ilyen családi. Hát majd, hát, hogy nem már bűnszervezetként tevékenykednek, vagy bűnbandaként. Hát igen, ezt akartam én ugye így kimondani, de hm, tehát ha itt ebben nem tudja valaki meglátni a magyar hatóság a, a, az üzletszerűség körülményeit, az előre megfontolt jogtalan vagyonszerzés szándékának a körülményeit, akkor, akkor én kérek elnézést, tehát akkor nem tudom, hogy mi más lehetne ebben meglátni. Hát. Uh, ezen dolgok ismeretében. És hát azt is tudni kell, hogy tulajdonképpen most már hosszú évtizedek óta űzi ezt a módszert az, az ember, de mondhatjuk, hogy 20 pár éve. A, a, a... Titeket mikor kezdett el úgymond zaklatni ezekkel, vagy bobázni ez a levelekkel? Tavalyi évben érkeztek ezek a fizetési meghagyások, ellent mondtunk mind a, a többi is tudjátok, hogy már több tíz évtizede ezt csinálja? Igen. igen. És amikor megkérdezi tőle az ügyész vagy a bíró a büntetőperben, hogy hát mi az ön foglalkozása, akkor az úriember elmondja, hogy ő árverési vevőként tevékenykedik. Annak nem tudom, mi a te országon, azt tudom, hogy lehet-e ilyen jogcímen egyébként adót fizetni van Magyarországon, vagy nem. Mindenesetre hát érdekes tehát, hogy valakinek a jogszabályi környezet arra lehetőséget ad, hogy egyrészt van annyi befektethető pénze, hogy ingatlan részeket vásároljon, számára tök ismeretlen emberek családok tulajdonában, hogy aztán nagy értékű fizetési meghagyásokkal bombázza úgy, hogy gyakorlatilag szerintem a közegyzőket is félrevezeti nagyon sok esetben, és hogy, hogy őt nem éri semmilyen joghátrány hosszú évek óta alatt ezzel kapcsolatban. Hát az... lényegében akkor a 2010-es módosítástól ő ebből él nagyjából, Jó, és a embereket így vezeti meg, meg az egész jogszabát így fordítja a saját javára. tűnik, hogy igen. És ugye még egyszer nem egy ilyen hanyagolható dolog, hogy erre mondják ugye a jogászok nekem, hogy hát akkor ugye ellent kell mondani, hogy létrejön egy per, de nem tud létrejönni. Sosem. Egy általam ismert esetben sem jelent még meg az úriember polgári bíróság előtt, hogy bizonyítsa az úgymond igazát. Ahol nem jön be a lottó, ott ők ahol mondásba ütközik, akkor rögtön feláll és tovább Igen. megy. Hát ez is igazolhatja azt a tényt, hogy egyértelmű, hogy mi a célja, vagy mi lehetne a célja. Én is azt hát köszönjük szépen, hogy egyrészt, hogy kutatsz ez a, ezzel az ügyel kapcsolatban, illetve hogy nyilatkoztál és ezzel is alá támasztottad, úgyis részben hozzájárultál ahhoz, hogy igenis módosítani kell ezeket a jogszabályokat, mert így, ami most megy, az akár bűncselekményre is okot adhat, és alapot szolgáltathat. Én pedig nektek köszönöm a munkátokat, mert úgy láttam, hogy elég harcosan és velmensen képviselitek ennek az anomáliának a... Az anomália ellen, hogy a törvénymódosítás meg legyen, és azt gondolom, hogy az én esetem is, és az általam megismert számos eset, és a, ezen úri ember tevékenységgel kapcsolatban arra utal, hogy itt van keresni való, és igenis tényleg módosítani kellene a jogalkotónak a jogszabályi környezetet a fizetési meghagyások terén. Rossz szándék, ne a magyar hatóság hathatós segítségét, embereket ne lehessen kiforgatni a saját vagyonaikból ilyen, ilyen jogalap nélküli lottózásokkal úgy, hogy a magyar állam joghatóságának a segítségét is igénybe tudja venni ez a szándék. Hát mi azon vagyunk, ha a továbbiakban is ugye módosításokat eszközöljünk ki, és be is fogjuk nyújtani még ezeket a módosító indítványainkat. Hát, ha már végre fel tudjuk nyitni a jogalkotó szemét, és ugye az igazságügyi bizottságban is akár átmenjen ez a javaslatunk. Köszönjük szépen! Köszönöm!